Ősz közepére készülhet el az eltört szennyvízcsatorna cseréje, negyedik tisztatavi PET kupa, hideg élelmiszer vásárlására is használható a szépkártya, megkezdődik a Zádorhídhoz vezető út felújítása. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. augusztus 22-én 18 óra 5 perckor. Ősz közepére készülhet el a kivitelező a toronyház mellett eltört szennyvízcsatorna cseréjével. Hogy a későbbiekben ilyen meghibásodások ne történhessenek, az önkormányzat kidolgozta a karcagi szennyvízhálózat teljes körű rekonstrukciójának tervét. A pályázatot a kormány támogatására méltónak találta néhány éven belül a város alatt futó 40-60 éves csatornarendszert ki lehet váltani. Július közepén szakadt be az aszfalt és az út a toronyház mellett. 4 évvel korábban két úgynevezett csatorna közzel arrébb ugyancsak komoly lyuk keletkezett az úttestben. Mindkét esetben a szennyvízhálózat, illetve annak előregedése okozta a bajt. Tudni kell erről a szakaszról, hogy egy nagyon régen, közel 50-60 éve épült szakaszról van szó, ami az akkori technológiának természetesen megfelelt, azonban az idő próbáját, mint ahogy nagyon sok más technikai építkezés, az akkor használt építő anyagok ma már nem felelnek meg a mai igénybevételeknek. Ugye tudjuk, folyamatosan látjuk ezeknek a romlását, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy természetesen ezeket hogy lehet megjavítani. Úgyhogy elkezdődött a feltárás, elkezdődött az a munka, amely a környező szakaszokat is átvizsgálja. Kamerát kellett rendelni, kamerás vizsgálatot kellett rendelni, és hát természetesen ennek a szakasznak a javítását is el kell kezdeni előkészíteni. Mivel az önkormányzat anyagi lehetőségeit messze meghaladja egy ekkora beruházás, így a város a központi költségvetés Viszmajor alapjából kér támogatást. A felújítási munkálatokat az utcaszint alatt 6 méterrel kell elvégezni, ráadásul úgy, hogy a talajvizet sem lehet megbolygatni. Ha ugyanis a talajvíz elszivárog, az beláthatatlan következményekkel járna a környékbeli ingatlanokra nézve. Az elsődleges fölmérések alapján úgy néz ki, hogy mind az állami támogatást, mind pedig a megfelelő kivitelezőt sikerült kiválasztani és hozzájutni, és az ő tájékoztatásuk alapján is azt tudom elmondani, amiről az előbb is beszéltem, hogy egy lassú, de biztonságos folyamat elején állunk, tehát ha nagyon meg kell mondani most a végét, hogy mikorra várható a teljes helyreállítás, akkor körülbelül a novemberi hónapba is belecsúszhatunk ahhoz, hogy valóban emberéleteket nem veszélyeztetve, gondolok itt mind a lakókra, mind pedig az ott munkát végzőkre, mind pedig a környező ingatlanokban sem okozzunk kárt, és természetesen utána ennek a csatorna szakasznak a hosszú távú működése is biztosított legyen. Az Ady Endre út és a Szent István sugárút kereszteződése nem csak közlekedési szempontból a város egyik kiemelt csomópontja. Itt a földfelszín alatt folyik át a város teljes szennyvízének 70%-a. Időközben a sérült csatorna szakasz kamerás átvizsgálása is megtörtént, sőt a kivitelező cég szakemberei már lefektették az új csatorna hálózat néhány elemét is. Ezek teljesen biztonságban működnek, bár hagynak némi kívánnivalót maguk után, hiszen látjuk, hogy kivitelezés után itt-ott vannak süllyedések, de ezeket természetesen csak felületi hibák, tehát ezeket fogják javítani a kivitelezők, de maga a csőszakasz biztonságosan és jól működik. A további szakaszok, amely a szennyvíztelep irányába vezetnek, jelenleg teljesen biztonságosak, használhatóak, de mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy a jövőben ezeknek a szakaszoknak a folyamatos cseréje mindenképpen indokolt lesz. Időközben elkészült az egész város szennyvízhálózat rekonstrukcióját érintő tervezet. Másfél hete a magyar közlönyben is megjelent, hogy ezt a pályázatot Magyarország kormánya támogatásra méltónak ítélte, így a következő környezeti és energiahatékonysági operatív program anyagi támogatására is számíthat. Így néhány éven belül nem csak Karcag teljes szennyvízhálózata, hanem a szennyvíztelep is teljesen megújulhat.
12 pillepalackon lebegő hajóval és kenus különítménnyel startoltak el a csapatok a negyedik tiszatavi PET kupán Tiszafüredről. Mintegy 200 PET kalóz saját készítésű tutajjal Tiszafüredtől Tiszanána Dinnyisháttig gyűjtötte a hulladékot a tóról és az ártéri erdőkből 3 napon át. A PET kupa kiváló példája a körforgásos gazdaságra való áttérésnek, hiszen az összegyűjtött hulladékokból készülnek a hajók, amelyekkel a Tiszán és mellékfolyóin keletkező hulladékot szedik össze. Az idei az a 11. főfutamunk, 2013-ban indult az első kupánk, ami Tivadar és Cigányt között volt több mint 100 folyamkilométerre. Az idei szakasz Kiskörénről Szolnokig a Kötivízi két főbázisa között zajlik, majd ez egy nagyjából 70 kilométeres szakasz, és ezt most hétfőtől szombatig tisztítják meg a résztvevők. Összességében 240 ember fog, mint résztvevő, megfordulni a kupán. Idén átlagosan 160 ember lesz egyszerre vízen, és ez a 160 ember az, aki 10 hajóegységgel, 50 kenuval, 5 motoros hajóval kisegítve fogja tisztítani ezt a szakaszt. Ez egy kettős érzés mindig, hogy mennyi szemetet szedünk, hiszen egyik oldalról azt szeretnénk, hogyha minél kevesebb szemetet tudnánk összeszedni, hiszen akkor látszódna az, hogy az előző 10 évben, illetve itt a kiskörei duzzasztónál milyen nagy munka az, ami hát végbe megy minden évben, és milyen hatalmas mennyiség, amit kikerül a vízből. Viszont ugye azt is szeretnénk, hogyha ami viszont az ártérbe került, azt minél jobban ki tudnánk tisztítani, tehát így meg reménykedünk abba, hogy egy jó nagy adagnyi hulladékot ki tudunk szedni az ártérből, és úgymond az ártérettől fellélegezhet. A fel nem használt hulladékokat szakszerűen összegyűjtik, újra felhasználásra alkalmassá teszik. Egy jó 10 éves tapasztalatra építve a PET kupák során gyűjtött hulladékokat 13 felé válogatjuk, így a nap végén az a 7-10 tonna, ami most itt is össze fog gyűlni, az feldolgozásra, átválogatásra kerül, és több mint 60%-a az a körforgásban maradhat, partnereinknek köszönhetően anyagáramonként, ami hasznosítható, az elkerül a feldolgozóhoz. A hátam mögött látható kajak, az pedig 100% tiszai műanyagból készült, amit mi szedtünk és mi válogattunk. Tehát számos olyan zászlós hajunk van, ami jól mutatja, hogy a hulladéknak hol lenne az igazi helye, és a folyókat megőrizzük meg tisztán. Műanyag műhelyünkben, ami járja az országot, sőt azt mondhatom, hogy a Kárpátokat, kis tollakat, vonalzókat, karabinereket, számos olyan kis virágcserepeket készíthetnek az odalátogatók, gyerekek, pedagógusok és felnőttek, amiket aztán később használni is tudnak. Tehát nincs nagyon ilyen bemutató eszköz, hogy egy konténerbe odamenve a ledarált műanyagokat azonnal termékké lehet önteni, de így be tudjuk nekik mutatni a teljes életciklust. A PET kupa hulladékkezeléssel kapcsolatos jó gyakorlatát 6 ország másolja. Az ENSZ környezetvédelmi közgyűlése pedig 2023-ban díjra jelölte a PET kupát. Nagyobb árhullámok több hulladékot hoznak, hiszen a határainkon túli folyó meder közelében lévő lerakatokról egy nagyobb áradás több hulladékot rabol el, kisebb áradásoknál kevesebb érkezik. Nagy szerencse és egy különleges műszaki adottsága a kiskörei vízlépcsőnek, hogy kisebb és közepes árhullámoknál meg tudjuk állítani az érkező uszadék és hulladék mezőt. Lényegében itt összetorlódik, és ez már nem jut a kiskör alatti több mint 400 kilométeres folyószakaszra egészen a Dunáig. Természetesen nagyobb áradásokkor erre nincs mód, hiszen nagy árvíznél, a kiskörei vízlépcsőn is az áradással együtt átjut a hulladék. Viszont az utóbbi években, mondhatni már több mint 10 éve, kisebb és közepes árhullámok érkeznek, így gyakorlatilag folyamatos nálunk a hulladéknek a megállítása, illetve a partra történő kirakása, ott szelektálása anyagfajtánként, ennek nagy részét vissza is adjuk a gazdaságba újrahasznosításra. A szemét között naponta találtak kerti bútorokat, hűtődarabokat, tévékészülékeket, autókarosszéria darabokat, különböző szigetelő anyagokat és veszélyes hulladékokat, festéket, olajos hordókat.
Kormányrendelet jelent meg a magyar közlönyben a Széchenyi pihenőkártya szép kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról. A kormány a gazdaságvédelmi akciótervben döntött a szép kártya keretének megemeléséről, illetve arról is, hogy augusztustól hideg élelmiszer vásárlására is felhasználható. A kabinet a következőkről határozott. Béren kívüli juttatásnak minősül, ha a munkáltató a munkavállaló részére 2023. december 31-ig a szép kártya fizetési számlájára az éves rekreációs keretösszegen, ami 450 ezer forinton felül, utal legfeljebb 200 ezer forint egyszeri juttatást is. A szép kártyával kezdeményezett fizetés 2023. december 31-ig a kereskedő által értékesített élelmiszervásárlásra is felhasználható. Üzletünkben augusztus 1-től évvégéig lehet szép kártyával vásárolni. A döntésnek nagyon örülünk, a könnyebbséget jelent a vásárlóink számára, amit itt helyben el tudnak költeni. Hentesáró, tejtermék, péksütemények, kenyérfélékre. Mindenképpen nagyobb forgalmat várunk a szép kártya bevezetésével augusztus 1-től év végéig. Bízunk benne, hogy vásárlóinknak nagy segítség lesz üzletünkben, tudnak vásárolni sert és húst, élelmiszereket, és ami erre vonatkozó. A szép kártyával kezdeményezett fizetés elfogadása esetén a kereskedő, a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő vagy családi gazdaság élelmiszer belföldi értékesítését végezheti a munkavállaló és a társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére. Hát nagyon örülünk, mert itt a közelben igazából Füredre kell mindig átjárni, ugye ezért vásárolni, és nagyon örülünk neki, mivel hogy sok mindent lehet vásárolni rajta, és annak is örülünk, hogy alkoholt nem. Tehát jó lesz, örülünk neki, nem kell utazgatni be a városokba, a Kunhegyes, Tiszafüred, és elég jó volt, ugye, és itt mindent megkap az ember a szép kártyára. Fontos, hogy a szabályozás az alkoholtartalmú folyadékokra, valamint a dohány és feldolgozott dohánypótló termékekre nem vonatkozik. A rendelet 2023. augusztus 1-én lépett hatályba. Évek óta szeretné az önkormányzat felújítani a Zádor hídhoz vezető utat. Most egy pályázat segítségével erre lehetősége nyílt. A kivitelezővel a Városházán írta alá a szerződést Szepesi Tibor polgármester, majd a helyszínen is megnézték a területet. Vidékfejlesztési pályázati forrást kaptunk a Zádor hídhoz vezető út felújítására. Kettős célt fog szolgálni az út felújítása, mondta a helyszínen Szepesi Tibor. Ugye kettős célt fog szolgálni az út felújítása, egyrészt a mezőgazdasági közlekedést, a mezőgazdasági eszközök kijutását az itt található mezőgazdasági földekre, másrészt pedig turisztikai fejlesztésű jelentősége is van az útnak, hiszen a Zádor híd egy nagyon látogatott és közkedvelt turisztikai célpont, amelyet reményeink szerint ennek az útnak az elkészítésével sokkal, de sokkal könnyebb lesz megközelíteni. Ugye azok a turisztikai fejlesztések, amelyeket elkezdtünk a városban, a fürdő környékén, a Erzsébet-ligetben található fejlesztésekkel együtt egy olyan komplex turisztikai lehetőséget fog kínálni, amelyet bízom abban, hogy nem csak a városban élők, hanem a városban látogatók is ki tudnak majd használni. A jelenlegi fejlesztés több mint 3200 méteren fogja megújítani az útfelületet, stabilizálni és erőssé tenni, illetve az Zádor híd és a most meglévő aszfaltos út kerül összekötésre egy zúzott köves úttal, illetve egy parkolóval. Tehát azok, akik gépjárművel közelítik meg az Zádor hídat, ők is kényelmesen fognak tudni és biztonságosan parkolni. Ugye ez azt jelenti, hogy az a szakasza az útnak, amely a régi Budapest-Debrecen országútnak a megmaradó részét jelenti, az is meg fog újulni. Természetes, hogy az ott található kilométerkövek megmaradnak, egyfajta mementóként is emlékezve a több száz évvel ezelőtti országútra. Ahogy a kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel a munkaterület átadásakor egyeztettünk, vélhetően még ebben az évben, tehát az őszi időszak végéhez közelítve el fog készülni ez a felújítás, emelte ki a helyszínen Szepesi Tibor városunk polgármestere.
Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!